A kosárlabda szezon egyik utolsó rendezvényének adott otthont vasárnap a Nyíregyházi Ötvös gyakorló, az NKK Kft. Által szervezett Ötvös kupán 6 csapat lépett pályára. A 6. alkalommal kiírt tornára Budapestről is érkeztek résztvevők. A szervezők 2-3-as csoportot alakítottak ki az alsó tagozatos általános iskolásokat felvonultató együttesekből. A és B csoportba soroltuk a 6 csapatot, 2-3-as körmérkőzést játszanak, és így döntik el a végső sorrendet. Az idén megtisztelt minket az Óbudai Kaszások, egy budapesti egyesület, de itt van a nyírsuli képviselője, a lányokat se hagytuk ki, tehát az NSFE-NKS, illetve az Ötvös gyakorlónak a csapata és az NKK csapata teszi teljessé a programot. Az első és másodikos gyermekek azért még a kosárlabdának csak az alaptechnikáját se tanulták még meg, de azt szeretnénk velük megtanítani. Itt a harmadik, negyedik korosztályban azért egy elég magas színvonalú verseny van, hiszen az előző meccsen például 130 pontot dobtak. Ha kiszámolom, hogy 8 perc futóórával, ugye 4x8 perc, 130 pontot, az egy nagyon szép munka. A megyei főtitkár szerint sok hasonló rendezvényre van szükség ahhoz, hogy minél több gyereket nyerjenek meg a sporták számára. Nagyon szeretnénk szélesíteni az alapokat, hiszen ezekből a gyerekekből kerül ki későbbi NBA-1 A-csoportos játékos, ahogy meg is van, ugye hát Varga Marci is itt kezdte, aki most már korosztályos válogatott, illetve a felnőtt csapat tagja. Minél szélesebb alapokkal szeretnénk megismertetni a kosárlabdát, megszerettetni, és bízunk benne, hogy a legtetejére is kijön egy-két olyan játékos, aki a felnőtt csapatba fog játszani. Az Ötvös kupát az A csoportban az Óbudai Kaszások csapata nyert a nyírsuli és az NKK Ötvös cápák előtt, míg a B csoportban az NFS-i NKS lett az első, megelőzve a Nagykállói Tigriskölyköket és az NKK Vörösbikákat.